Az első napon még nem kellett iskolába járni, csak éppen oda menni, és azt tudta volna egyedül is, mégis mindenki elkísért. Az igazgató bácsi úgy örült nekünk elsősöknek, hogy csuda, és azt mondta, hogy majd mi megostromoljuk és bevesszük a tudás várát. Hm. Hogy nem szólt előbb az igazgató bácsi, hogy ennyire vár minket, mert én ráértem nyáron is, jöhettem volna hamarabb is. De akárhogy figyeltem az igazgató bácsira, nem láttam, hogy a tanév mikor nyílt meg. Pedig előtte még szólt is, hogy most fogja megnyitni. Megölni, lelőni, szétvágni, ez kirúgni, kirugni, szétfürészelni. Dühöngtek a többiek így nem lehet havalni, Háborgott Bruckner Siegfried. Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod, így csalással nem érsz meg, halljunk a következő. <laughs> Bruckner Siegfried elsombolykott onnan, s nagy a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy szenget. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát. – Ugyan miféle vers ez? – mondta szemrehányúan Aromó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna, legszabálott az Anna Ménes, de nem tudja ezt Anna Ménes. Ha ráterelnék Anna Ménest, széttiporná az Anna Ménest. A többiek tapsoltak, tetszett nekik aromó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományán esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt. Vagy azt is mondhattad volna, legsebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt a macsorda, ha ránterelnék a macsordát, porna az anacsordát? Nagy Zoártóbozai vörös lettek a mérektől. És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda, meg az anaménes? Ugyanazt amit az anakonda, kiabált közben vacskamati, Mati, azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat, bizonygatta nagy Zoárd. Ki ismeri? Tette föl a kérdést mikkamakka. Kamakka. Senki! Zúgták a többiek. Nem ér! hadonázott nagy Zoárd. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban! Ha nincs benne, vágjanak föl tuzifának. Kinek van természettudományi kislexikonja? kérdezte Mikka Makka. Senkinek, felelték kórusban. Ezen nem újon, szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiripi, legyen itt egy csiribá, Természet természettudományi prics, kislexikon prucs és már ott is volt a lába előtt. Nosza nekiestek, lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az c ben az A? kérdezte Vacska Mati. Hátulról vagy előről számítva? Érdeklődött Aromó, de akkor már nagy zoár diadallal felkiáltott. Itt van az 59. oldalon, és olvasta. Onokonda, Eunek tész Murinus állat tíz métert is elérő dél-amerikai óriás kígyó áldozatát körülgyűrűzi és össze antja. Hát legyen neked ez a legszebb állat, murmogta Aromó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni nagy Zoárd versét, mert íme kiderült van Anakonda nevű állat. Jöhet a következő! Intett Mikka Makka. a fi méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát. Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok. Hát, az biztos! kiabálták a többiek. Mert már most egy nagy tulok vagy! Ha, 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 ha. Meghagy elpüstülök! Ha, 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 ha. Vihogott Bruckner Siegfried. Elpüstülök a rühögéstől! Csend! Kiáltott Mikka Makka. Ki következik? Én, mondta Mati. Egy egészen rövid verset írtam. hajok Szerda ablakában csütörtökül, és Ordit csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán szörnyetek Lajos megkérdezte. Mert csütörtökül Ordit? Mert csütörtök, mondta Mati. – Ha péntek lenne, péntekül ordítana. – Ébe nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner Siegfried. – Nem – mondta Vacskamati. ez egy műveletlen csütörtök.